Sziasztok! A Suli TV január 29-i adását látjátok. Köszöntjük kedves nézőinket! Lezárult az első fél év. Január 22-én mindenki hazavitte fél évi értesítőjét, szombaton pedig a 8-osok megírták a központi felvételit. Január 22-én a Magyar Kultúra Napján az alsó tagozatosok délelőtti bábszínházi előadáson vettek részt. A felsősök író-olvasó találkozón beszélgettek Bíró András érdi költővel. András bácsi beszélt életéről, bemutatta köteteit. Na, a két nagy szellemi óriás, Kossuth Lajos és Széchenyi között folyt ez a párbeszéd. Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak Széchenyit tartotta, és ebben nagyon igaza volt, mert ő egy építő ember volt, egy építő helme, egy kreatív valaki, aki mindegy, hogy milyen az uralom, de Magyarországon valami keresztül ezt mondotta. Kossuth ellenben azt, hogy hát önállónak kell lenni előbb, és majd utána megmutathatjuk, hogy mit is tudunk. Ugyanezen a napon a Petőfi szavaló versenyen Gáspár Bernadett, 6. osztályos tanuló, városi 3. helyezést ért el. A Varga Tamás matematika verseny megyei fordulóján remekeltek az orientációsok. A 8. B-s Babics Eszter megyei 1., a 7. B-s Kerté Zsuzsa 4. helyezett lett. A Magyar Földrajzi Múzeum által megrendezett városi helytörténeti versenyen több csapat is képviselte iskolánkat. A legelőkelőbb helyen a 7. C-s csapat végzett, Paulik Vivien és György Mózes Réka a 3. helyezést hozták el. Gratulálunk a szép eredményekhez! Ötven évvel ezelőtt, 1860. április 8-án hunyt el Döblingben Széchenyi István. A Széchenyi Társaság, az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Alapítvány, Nagyszent Önkormányzat és a Duna Televízió kezdeményezésére létrejött Széchenyi Emlékbizottság 2010-ben felhívást tett közzé. Felhívásuk arra szólít fel, hogy legyen a 2010. év gróf Széchenyi István emlékének szentelt időszak. Fordítsunk több időt arra, hogy gondolatait, tevékenységét mélyebben megismerjük. Mi már eleget is tettünk részben a felhívásnak. Iskolánk 4 fős csapata, Vajnai Zoltán, Bogárd Botond, Szabadföldi Anna és Paulik Vivien a Széchenyi Emlékverseny 2. fordulójában is jól teljesített. Most már a szóbeli forduló előtt állnak. Sok sikert kívánunk nekik! Fél év értékelő iskolagyűlést tartottunk csütörtökön a 3. órában.
továbbra is gyűjtjük a suli pontokat. Hozzatok minél többet, és adjátok le Urbán Szilvi néninek. Múlt héten elvitték a PET palackokat. Több mint 1740 kg gyűlt össze. Ezen a héten zajlottak az alsós, jövő héten kerülnek sorra a felső szülői értekezletek. A jövő hétvégén itt a farsang, áll a bál. Február 5-én pénteken az alsósoké, 6-án szombaton a felsősoké a táncparkett. Apa kezdődik! A jelmezes felvonulás után sulibuli lesz este 8-ig. A szülőket egy héttel később, február 13-án várjuk tárt kapukkal a farsangi mulatságra. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Olvas velünk címmel iskolák közötti versenyt hirdet. A játék decemberben indult, és 2010 decemberében zárul majd. Megadott lista alapján 25 könyv közül választhatsz. Ha egy könyvet elolvastál, a könyvtárban jelentkezhetsz játékosnak. Egyénileg is kaphatsz nyereményt, de az iskolák is versenyeznek egymással az Olvasóbarát iskola címért és ajándékkönyvekért. A program az Európai Unió és az Európai Szociális Alap finanszírozásával jött létre. Iskolán könyvtárában is megtalálhatjátok az elolvasandó művek némelyikét. Szűcs Éva néni szeretettel vár benneteket! Ez volt a Suli TV mai adása. Sziasztok! Sziasztok!